Az elmúlt szezonban az NB3 keleti csoportjának 8. helyén végzett a Nyírbátori FC, így érthető, hogy a klub vezetése továbbra is bizalmas szavazott Kovács János edzőnek. A tavalyi csapatból 3 kulcsember távozott, a helyi ikonnak számító Erdei Zoltán alacsonyabb osztályban Nyírgyulajban folytatja pályafutását, Olá Dávid és Farkas Márton pedig tanulmányi, illetve munkahelyi elfoglaltsága miatt a megyei első osztályú Sényűre tette a székhelyét. Pótlásukra hasonló kaliberű futballistákat igazolt a Nyírbátor. Felelő létszámmal és minőséggel is próbáltunk foglalkozni, hát főleg posztra igazolni, így kerültek képbe a játékosok. Elsőként azt mondom, hogy a Török Pista, aki ugye hagyományai vannak ott, futballozott, Nagyecsedről visszakerült, a Sós pedig Tuzséról, egy támadó jellegű játékosok mind a ketten. Ezen a szekción feltétlenül szerettünk volna változtatni, hogy eredményesebben, még eredményesebbek tudjunk lenni, és ehhez párosult az, hogy a csapatot is próbáltuk egy kicsit megmagasítani, hisz nagyon sok olyan gondunk volt pont rugásoknál, ahol hát a védekezésünk ezáltal igen sebezhető volt, tehát ezen az elkövetkező időben fogunk dolgozni és javítani. A további érkezők, ugye a fiatalok, a Bagyos, a Terdik és a Bagi, ők az U21-ből kerültek, Nyíregyről vissza hozzánk, illetve mert ugye ott nevelkedtek, van kötődésük is természetesen a városhoz, és ez kiegészítve a Gáricsi pedig a Szatmár Unióból, ugye ő is U21-es belső védő, hát remélem, hogy fognak tudni segíteni. A 2015-2016-os szezont eredetileg 20 csapatosra írta ki az NB3-ban az MLS, de jelen állás szerint csoportonként 18 együttes vág majd neki a pontvadászatnak. Várjuk azért a csoportbeosztást, mert még az sincs meg, felesleges volna itt bármilyen célkitűzésre utalni. Egy tény, hogy ne legyen kiesési gondunk, és úgy olyan játékot produkáljunk, hogy az eladható legyen a hazai közönség előtt, és eredményesek is tudjunk lenni. A Nyírbátor első felkészülési meccsén 3-3-as döntetlent játszott a Nyíregyháza Spartacus vendégeként. A nyírbátori szurkolók a Sport utcai pályán először szombaton 10 órától az NB2-es Kisvárda ellen láthatják törökéket.